és uraim, jó estét kívánok! Önök a Sportbarát legújabb kiadását láthatják, ez a 312. adásunk. A hétvégén városunk egyik csapata sem lépett pályára, ezért egy olyan sportágat választottunk bemutatásra ma estére, ami szerintem és nem csak szerintem eléggé érdekes dolog. Az úgynevezett gombfocit, vagy asztali focit ugye magyar találmányként tartjuk számon. A mai fiatalok talán nem, de a 70-es, 80-as években gyerekeskedők nagyon is tudták, hogy mit jelent gombfocizni. A lépcsőházakban, pincékben, blokktetőkön űzött játék, azonban nemzetközileg is elismert sportágnak számít, pontosan 1989 óta. Európa-bajnokságokat és világbajnokságokat is rendeznek belőle, és mint tudjuk, a magyarok ebben világelsők. Székelyudvarhelyen is létezik egy társaság, amely 30-as, 40-es férfiakból áll, és rendszeresen játsza még mindig ezt a csodálatos játékot. Hamarosan András Leventivel beszélgetünk a gombfociról. A mai témánk tehát a gombfoci, vagyis az asztali foci, vendégünk pedig a székelyudvarhelyi András Levente, aki több mint 30 éve fertőződött meg a gombfocival, és azóta sem hagyta abba. Szervusz Levente, jó estét! Jó estét kívánok, szervusz! Levente, azt ugye tudjuk, hogy amit elmondtam az elején is, hogy ugye magyarok találták ki ezt a játékot. Az első adataink azok ugye 1910-es évekből vannak még, tehát még bőven a monarchia, még az első világháború előtti korszakban vagyunk, amikor már Budapesten már játszottak kávézókban, meg kocsmákban gombfocit. Az volt a cél, hogy minél jobban hasonlítson a labda magához, az akkor már ugye működő labdarúgáshoz. És hát én is gyermekkoromban emlékszem, hogy mi is rengeteget gombfociztunk az öcsémmel, meg ott ahol laktunk, ugye a táborlakótelepen. Az egyik legnépszerűbb játéknak számított ez a gyerekek körében a 70-es, 80-as években, ugye az asztali foci. Aztán a rendszerváltással ez ugye, hát odébb lett ez a dolog, bejöttek a számítógépes játékok, de voltak, akik ugye emellett maradtak meg a mai napig, mint például te és a te baráti társaságod, hogy felnőtt családos emberekként még mindig kerítetek valamennyi időt arra, hogy gombfocizzatok. De hogyan is kezdődött ez? Most ugye több mint 30 évet kell visszamennünk az időre. Hát igen. Én a 70-es évek végén ismerkedtem meg a gombfocival. A szülémtől kaptam ajándékba egy bolti csapatot, kapuval együtt, pályával együtt. Azok még ezek a kis röccsentett műanyagból, igen. Ezek hasonlítottak az ingombokhoz. Igen, mert a méretük is olyan, viszont ugye a nemzetközi szabályokban, illetve a nemzetközi sztenderekben már teljesen más. Ezek közel nem profi csapatok, ezek csak ilyen játék, tényleg gyerekeknek voltak, igen. Tehát 77-78-ban kaphattam ezeket a csapatokat, azóta őrzöm. Ezek a klasszikus romániai gombfocik. Igen. Ez nagyon-nagyon-nagyon kicsike, ott van egy hely. Ugye a közepén a gombnak, ahol a számot is fel lehet írni, illetve igen. Hogy ott megállt a labda, akkor kezezésnek igen. Számított. Így van, igen. A kapuk is nagyon kicsik voltak, meg a pálya. Tehát az egy karton pálya volt, amit ketté lehetett nyitani. Sajnos a közepén örökké akadt meg a játékos, a labda. Tehát az egy nagyon kisméretű, ilyen kezdetleges játék volt, de az elég volt ahhoz, hogy szórakozásképpen játszodjunk. És már akkor 81-ben megrendeztük az első házi világbajnokságot. Tehát amikor a tömbház... Igen, a Polnár Fricéknek a kis szobába gyűltünk össze, és mondjuk hát ott már a kartonpályát lecseréltük, egy íróasztalt rajzoltunk ki filztollal, és ott megrendeztük az első házi világbajnokságot. Hogyan jött aztán utána az, hogy már a játékosoknak a mérete, az alakja minden nagyjából megváltozott? Itt ugye látjuk az asztalon, ami fel vannak téve eléd, hogy itt már nagyon-nagyon komoly játékosok vannak, hiszen rajta van a száma, rajta van a neve, rajta van a képe. Igen, hát ezek például ezeket a csapatok, ezek még mindig gyári csapatok, ezek. Ezt Magyarországról kerültek hozzánk, ezek bolti csapatok ezek. Majd később vásároltunk ilyen plexi csapatokat. Már készen, ezek házi gyártmányú plexi csapatok, és
a kórháznedből származtak ezeknek az elődjei, megvásároltuk őket, és akkor már elkezdtük játszani ezekkel a nagy plexi játékosokkal. Jobbnak találtuk, mert ugye nehezebbek, ezek túl könnyűek, ezek a kifröccsentett műanyag játékosok, és onnantól kezdve aztán elkezdtünk gyártani mi is ilyen csapatokat, plexiből készülnek, összeragasztottuk, a képesportból vágtuk ki annak idején. A képesportból volt az akkori fotókat, igen, ollóval kivágtuk, majd szépen Prenadex-el összeragasztottuk, és majd jöhetett a csíszolás, a kézzel, köszönővel. Tehát gyakorlatilag a gombokat, a csapatokat házilag állítottátok. Házilag állítottuk akkor össze, igen, akkor ezeket a nagy plexi csapatokat házilag készítettük. Az akkori társaságból hányan maradtatok már? Ugye a bevezetőben említettem, hogy azért még néhányan vagytok, azok közül, akik ugye felnőttetek, családotok lett, de még mindig összegyűltek és nyomtok egy gombfocit. Hát az akkori társaságból, akik rendszeresen járnak, tulajdonképpen csak ketten maradtunk. Székely Ferenc barátom, a város úgy ismerő, hogy Feráj, és én. Ketten maradtunk. Viszont a gyerkőcök is viszont igen, bekapcsolódtak a gyerekek, a Ferájnak a gyermekei, Boti meg Tamás. Milyen gyakran játszatok egyébként? Hát mi hetente egyszer gyűlünk össze, minden csütörtökön, és egyik héten rendezünk egy világbajnokságot, házi világbajnokságot, mindenki megvan, mit képvisel, milyen országot, másik héten pedig rendezünk egy bajnokok ligát, ott is megvan, hogy ki milyen klubcsapatot képvisel. Igen. Ez egy ügyességi játék egyébként, tehát hogyha vele gondolunk, itt ugye arról van szó, hogy ki mennyire pontosan ismer fel egy bizonyos helyzetet, hogy tud kapura lőni, hogy tud passzolni. Ezt ugye úgy is hívják, hogy szektorlabda, az igen, egyik nemzetközi verziója, az a neve, hogy szektorlabda, és ugye a passzoknál megvan, ugye, hogyha beadtad a szektorba, akkor megint te mozdulsz, igen. Mert ugye a játék szabály szerint ugye egyet mozdul az egyik, egyet pedig mozdul a másik csapatnak az irányítója. Ugye az is megvan, hogy milyen eszközökkel dolgul. Ugye most itt van egy abszolút átlagos fésű, igen. És akkor ugye 45 fokos szögben kell ráfeszíteni körülbelül a játékosra a fésüt, és akkor el is lövi. Igen, és akkor ugye megvannak a méretek egyébként. Mennyire standardek ezek egyébként a nemzetközi szabályzat szerint? Mert azt tudjuk, hogy ahány klub van, annyiféle szabályzat. Így van. Ahány ország van, ahány kontinens, mindenütt különböznek, viszont a versenyekre úgymond egyeztetik a szabályokat, igen. És azokat követik. Igen, hát a miénk nagyjából úgy kb. 80-90%-ban egyezik meg a nemzetközi szabály. Igen, a játékosok mérete, a labdák mérete, azon kívül ezzel a nyomópálcával, hát mi mondjuk nosztalgiából fésűvel játszunk. Igen, de ők nyomópálcával. Igen, nyomópálcával, igen. A pálya méret is, az aztán abszolút megfelel. Kisebb-nagyobb eltérések vannak, mi a két érintős gombfocit játszodjuk, és egy kisebb különbség van mondjuk a kapunak a magasságánál, ott tartottam szükségességet megemelni a kaput, mert én szerintem nagy gól csak nagy kapuba lehet lőni. Ja. És azért emeltem meg egyébként a kapus teteje, és a felső léc közötti kis üres rész kb. Ugyanakkora, mint a nemzetközi szabványnál. Értem. Mert vannak ugye olyanok, hogy olyan nemzetközi gombfoci rendszerek, ahol hasonló, tehát gyufáskatúja méretű kapussal játszanak, és van olyan, hogy ilyen kerekkorong ott is a kapus. Van olyan kerekkorong is, azt kevés helyen játszodják, általában mint téglatest alakú kapussal védenek. Ez egyébként gyufáskatójából készült. Gyufáskatója, ez egy 30 éves kapus, Kacilc Béla, megtömve olommal, hogy súlya legyen, ugye, mert a játékosok plexik, ezek már nehezek. Igen, tehát hogy ne boruljon fel a kapus, ne boruljon fel. Egy annak idején még nem volt ez a szép, világos, átlátszó műanyag plexi, vékony plexi, és ez egy röntgenképből van. Röntgenfilm, és bevonva a kapus velem. Tehát ez egy gyufáskatójából van készítve. Mit kell a legjobban tudni? Mire kell a legjobban odafigyelni a gombfocizáshoz? Hát a gombfocizás... Azt tudjuk ugye, hogy egy mentális harc is a két játékos között. Mentális harc, igen, nagy harc. Hát szerintem elsősorban ugye kézügyességi játék. Utána meg a mentális, az idegek harca is tulajdonképpen, pont úgy, mint a minden sport, ugye pingpong, meg a többi sport, a küzdeni akarás, de vannak taktikák, passzolások,
mindenkinek megvan a cselé. Ezekre oda kell figyelni, mert itt olyan előnyt lehet kovácsolni, amiből esetleg eldőlhet a meccs sorsa. Mm. Azt megfigyeltem, miközben utána néztem a témának, ugye, hogy, ugye ez nemzetközi szinten is így működik, hogy például az asztalt vagy a pályát, azt a bizonyos méretre vágott deszkalapot ugye annyira szeretik, hogy elnevezik például Anfield Roadnak, vagy Old Traffordnak, vagy San Sironak. A csapatok ugye szigorúan mindenkinek ugye, tehát neve van, tehát konkrét csapatokkal játszik. Most itt éppen előttünk van egy argentin Maradona, csapat, éppen Diego a 80-as évekből, azt hiszem a 82-es csapat. 82-es, igen, Diego Maradona. De hát itt van teljesen mai Manchester United, megvan a nagy magyar aranycsapat, ugye. Ez a ti társaságotokban hogy működik? Tehát mindenkinek, aki ott van, ugyanaz a csapata évek óta, ugyanazokkal a gombokkal játszik? Tehát, hogy az elképzelhető, hogy az 50-es évekbeli magyar aranycsapat játszik egy 80-as évekbeli francia csapattal például. Igen, nálunk ez is elképzelhető. Én például most nyáron készítettem el ezt az aranycsapat, az 54-es döntőbe, akik játszottak, és én most ezzel játszom. De itt van még más is, mert ugye van ott Manchester United. Van a Manchester United. Teljesen a mai keret. Teljesen a mai keret, igen. Egyébként én 30 éve Magyarországot képviselem, tehát már mind a házi bajnokságban. A haverem pedig Ferrari, Argentina 30 éve, ezekről le sem mondunk. Cap de Bon, és az unokatestvérem pedig Franciaország. Visszatérve arra, hogy a pályának a neve, hát igen, a stadionnak a neve. Ezért 30 éve mi elneveztük Maracana stadionnak. Ugye gyerekek voltunk, akkor hallottuk, hogy az a világ legnagyobb, és 200 ezeren ülnek benne, és rögtön ráragasztottuk Maracana. Ez 30 éve a pince, a stadion, az Maracana, és az is fog maradni a szentély. Egyébként a pincében mindent megőrzöl, tehát ott rengeteg ilyen kupa, emléklap, itt is van mutatóban, most néhány ilyen kisebb kupát elhoztál. Jártam én ugye ott, kicsikét olyan volt, mint hogyha gyerekkoromban mentem volna vissza valamelyik délután. Mesélj erről, tehát mindent megtartasz, mindent dokumentálsz, minden mérkőzésnek megvan az eredménye, dátum szerint, füzetekbe felvezetve, itt is látunk egy olyant az asztalon, hogy a füzetbe fel vannak vezetve ugye a régi mérkőzések. Ez, hogy magyarázzam, ez egyfajta ilyen megszállottságot is tükröz. Szerintem is. Hát ezt nem lehet szenvedély nélkül csinálni. Ezt csak szenvedésen lehet csinálni. Igen. Ezek nekem megmaradtak a gyerekkorom óta. Én eltettem egy hatalmas csokoládés dobozban őket a szekrényben, és megőriztem emlékként, mert volt egy nagy kihagyás. Tehát mi 82 és 83 között gonfociztunk, tehát akkor rendeztünk világbajnokságokat. Azelőtt én már gonfociztam, ezek a kis gonfocik a 70-es években, de igazán akkor kezdődtek a világbajnokságok. Utána pedig már az lett, hogy ugye fele elment katonának, de egyetem, korban már ott igen, volt, korban ott volt, egyetem, stb., és akkor abba maradt. És most másfél éve kezdtük el újból. Hála Istennek, hogy én ezeket a dolgokat megőriztem, és most itt van. A füzetek ugye feljegyezve az első világbajnokságtól, 82-83 között 44 világbajnokságot rendeztünk, és most, mikor másfél éve elkezdtük, onnan kezdtem a számozást. Tehát 44-45. Világbajnokság. Volt sok-sok-sok év kihagyás. Nosztalgiából elkezdtük, és most másfél éve rendszeresen újból játszunk, igen. A felszerelésekre továbbra is visszatérve, például, hogyha van itt ez a speciális lökő tulajdonképpen, amivel ugye az van, amikor két játékos egymás mellett van, és ugye nem férsz hozzá. Vagy a harmadik. Azon, igen. Ezzel szeretnék lőni. Ezzel a középső lőni, játékos, és akkor van egy úgy alakult a helyzet. Dolog, hogy ezt benyújtod a kettő között, és akkor ugye elvőd a két argentin között törőcsik. Ezt ezelőtt mondjuk mi 30 éve nem ismertük ezt a... Ezt interneten fedeztem, hát mikor megláttam, úgy megörültem neki. Igen, hát az egy fantasztikus találmány, ugye mondjuk egyszerű lett volna, de mi akkor nem ismertük ezt. Igen. Egyébként interneten, vagy például azt tudom, hogy televízióban csak nagyon-nagyon kevés riport jelent erről, meg néhányat úgy sikerült megnéznem YouTube-on, főleg magyarországi tévékben, Digisporton volt például ilyen. Interneten mennyire követed ezeket? Mert tudom, hogy mondtál néhány olyan honlapot egyébként, amiről rengeteg hasznos információt meg lehet tudni a gonfociról. Igen, hát
hogy mondjam, hetente belenézek ezekbe az oldalakba, megnézem új csapatokat tettek ki föl, mert ezek a képek onnan származnak, ezek az újaknak, az új plexi játékosoknak a képei onnan származnak, onnan vannak kinyomtatva, ollóval kivágva, vagy beragasztva a plexit közé. Tehát rendesen ezeket a csapatokat feltöltik így, hogy így karikára vágra, vágva, úgyhogy benne van a játékosnak a fényképe, a száma, a neve, és a klubnak a logója, ugye AC Milan, Manchester United, igen. Igen. Tehát akkor így leellenőrződ úgymond hetente ezeket a dolgokat. Szoktál-e olyat nézni, hogy például konkrét meccseket, na YouTube-on az is rengeteg van. Hát úgy egy-két meccset megnéztem, de tulajdonképpen úgy mondjuk, hogy világbajnokság vagy ilyesmi még nem néztem meg. De azt tudom, hogy Brazíliában, Portugáliában, Spanyolországban, Olaszországban, Magyarországon óriási őrület van. Láttam felvételeket, igen. Ott egyébként a tévében közvetítik is a meccseket, tévében, tehát élőben közvetítik a meccseket. Na. Te ki szeretnéd magadat próbálni Levente versenyzőként? Én hogyne, persze, ki szeretném magamat próbálni, csak még nem kerültünk oda, hogy esetleg felvegyük a kapcsolatot így nagyobb klubcsapatokkal, ahova eljutva aztán mi is kilépnénk mondjuk esetleg a nemzetközi porondra. Tehát hogyha volna lehetőség rá, én szívesen kipróbálnám magamat. Nagyobb versenyeken. Azt, hogy legalább, hogyha máshogy nem is, de Székelyudvarhelyen népszerűsítsed ezt a játékot, azt megpróbálnád-e? Tehát, hogyha például valaki arra kérne, hogy most ő szívesen elmenne oda a pincébe, és hogy mutasd meg neki, hogy a játéknak az alapdolgait, ugye, hogy hogy is kell tulajdonképpen ezt játszani, akkor azt vállalnád-e? Én másfél éve már dolgozok ezen, úton, útfélén, havereknek, ismerősöknek, mindenkinek mesélem, hencegek, hogy mekkora nagy derbik vannak a Maracanã stadionban, és mindenkit megpróbálok becsolni oda. Persze, hogyne, szívesen vállalnám, sőt, én rendeznék udvarhelyi bajnokságot is, hogyha volna rá igény. Szerintem az kell, hogy többen megismerjék, és esetleg nem mosolygjanak rajta. Mert ugye ez is a gonfocinak az egyik részéhez, oda tartok a gonfocihoz, hogy úgy gondolják, hogy ez egy esetleg gyerekes játék, holott ez nem igaz, mert egyszer egy felső korhatár nincs. Tehát tudjuk, hogy például a 20-as években is, meg édesapám is, tehát orvosok játszották ezeket a játékokat. Mai napig is játszhatják orvosok, ügyvédek. Hát például elmondhatom azt, hogy Charles Herceg, az angol trónörökös, nagy gonfocis. Tehát ez nem gyerekjáték, ez egy komoly, úgy, ahogy mondtad az elején, sportában nyilvánítva, ez egy komoly sport, semmi és alávaló, mint például egy csocsó, vagy egy biliárd, tehát és rendkívül izgalmas. Gyakorlatilag egy labdarúgó mérkőzés lehet vele modellezni, hogyha igen, úgy és eszik. Annyira bele tudja élni magát az ember, hogy sokszor éjszaka nehezen tudok el aludni egy komoly meccs után. Szóval akkor visszatérve még egyszer, hogy arra látsz akkor esélyt, hogy udvarhelyen néhányan esetleg felkeresnének téged, bemutatnád nekik magát a játékot, játszanál velük bemutató mérkőzést, és hogy akkor úgy bele lehetne jönni. Én nagyon szívesen várok, hát várok mindenkit, hogy újból játszodjunk, megtanítanak. Csapatok is vannak, rengeteg csapat van, ha nincs olyan, amilyen kell az illetőnek. El is tudod készíteni őket, tehát az minden rengeteg, asztal van, ne, a haveremnek is van, még a szobájában is asztal ott, amik játszanak, tehát ez, itt gond nincsen, tehát ebből a szempontból. Csak ember kell, aki azt mondja, hogy igen, akarok játszani. Megpróbálom. Főleg most jön ugye a tél, este, télen, ugye, mert nyáron az emberek elmennek kirándulni, strand, stb. Hamar sötétedik, bizony rossz időkben este óriási bulikot lehet rendezni. Levente, én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és további sok sikert kívánok. Nagyon szívesen, én köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam a gonfociról dolgokat. Kézilabda csapatunk nem játszott mérkőzést a hétvégén. Jelenleg a román kézilabda válogatott felkészülése folyik. Az SKC-ből két játékos, Jonas Csobán és Tálas Huba van a válogatott edzőtáborában.
A román bajnokság szünettel legközelebb november 7-én szerdán játszik az SKC, a szucsiávai Bukovina együttesét fogadjuk hazai pályán. Első ligás teremlabdarúgó csapatunk múlt héten hétfőn hazai pályán szenvedett vereséget a Foksani Progressul ellenében. A sportcsarnokban egy gólos győzelmet aratott a Foksán csapata. A meccs végeredménye 8-7 lett a vendégek javára, de úgy, hogy adott időben a második félidő elején 7-1-re vezetett az ellenfél. Innen próbált felállni az SK, de sajnos nem sikerült kiegyenlíteni. A csapat legközelebb a hét végén játszik, az ellenfél a kolozsvári Kluzsána lesz, és a mérkőzés is Kolozsváron lesz majd. Kedves nézőink, ez volt a legújabb kiadása a Sportbarátnak, a 312. műsor. Megköszönöm azt, hogy velünk tartottak ma este is, további kellemes tévénézést, viszontlátásra!